Hányszor mondtam már magamnak, nézd, ezt nem szabad. Hagyd a nőket abba már, miért vagy oly szamár? Mit törődsz te azzal, hogy száz lány szív megszakad? Megvigasztalódnak ők, nem halnak bele. Hogy mit szólnak majd a nők, hát mit törődsz vele? Újra jöttek csak egy még, és a szívem új fent ég, mert jaj! Cica, eszem azt a csöpp kiszád, nélküled még a mennyország is fád. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Jaj, cica, eszem azt a csöpp kiszád, nélküled még a mennyország is fád. Ha ülök is a mennybe, te cica, csak üzenj be. Érted, kiugrom, cicám? Hányszor mondtam már magamnak, most megházasodsz, ezzel minden rendbe jő, majd vigyázz a nő. Hogyha látsz egy szoknyát, attól meg ne zavarodj, mind a mellett ez se ment, jaj, de pus mese! Egész asszony regiment jár a szívembe be. Erről már le nem szokom, nők fülébe csak súgom, hogy jaj, cica, eszem azt a csöpp kiszád, nélküled még a mennyország is fád. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Jaj, cica, eszem azt a csöpp kiszád, nélküled még a mennyország is fád. Ha ülök is a mennybe, te cica, csak üzenj be, érted, kiugrom, cicám, tánc! Cica, eszem azt a csöpp kiszád, nélküled még a mennyország is fád. Ha ülök és a mennybe te, cica, csak üzenj be, érted, kiugrom, cicám. Hey! Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket, ez itt a Művészbejáró. A mai vendégem egy kedves, fiatal, csodálatos hangú tehetség, aki most már bombivánként is nyitogatja a szárnyait. Ő nem más, mint Kádár Szabolcs János. Szia! Szia! Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Kezdjük az elején. Jó, hogy azért hosszú volt az út Nyíregyházáról. Igen. Szóval te egy vidéki fiú vagy. Így van. Én erre mindig büszkén tekintek, és én ezt szoktam is mondani, hogy szabolcsi parasztgyerek vagyok, és ez nem a rossz értelemben, hanem a jó értelemben szoktam használni, mert a szüleim mezőgazdasággal foglalkoznak, szóval én már nagyon korán belekerültem ebbe a munkafolyamatba is, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan hasznos vidéki értéket tanultam meg, amit aztán szerintem nagyon jól tudok most hasznosítani a színházi világban is. Tehát akár magánemberként, vagy színészként, érted? Vagy magánemberként és színész. Így van, a józan parasztésszel. Meg hát ez egy nagyon kemény munka, tehát hogy ezért nagyon sokszor volt az, hogy a nyarakat ugye besegítéssel töltöttük a testvéreimmel, két nővérem van, és akkor anyáiknak segítettünk nagyon sokat. Szóval az embernek tulajdonképpen a munkához való hozzáállását azt nagyon megalapozza. És a kétkezi munka az része volt ott a gyerekkorodnak, meg igen, a fiatalságodnak? Igen. Igen. És szerintem ezt nagyon jól tudom hasznosítani most a színházban, meg minden területen, mert hát azért lássuk be, hogy a színházhoz kell egyfajta idegrendszer, egy állóképesség, tehát a próbaidőszakok nagyon megterhelőek, és szerintem ezt nem tudnám ilyen flottul venni, hogyha nem lett volna nekem mondjuk egy ilyen előéletem és tapasztalatom. Hogy akár, tehát hogy fizikálisan, hogy jó, meg azt akartam pont mondani, hogy olyan családi környezetből jöttél, hogy mondjuk ugye a színházi frusztrációkat, azt nagyon szépen tudod kezelni. Úgy érzem, hogy igen. Okay. Nem mindig ment ez flottul, tehát amikor 20 évesen azért bekerültem a Broadway stúdióba, tehát azért az Operettszínházba, azért az ott egy nagyobb üzem volt, azért ott elég kemény kézzel bántak velünk, azért így a tanáraink, tehát hogy ott tényleg arra készítettek fel minket, hogy ahogy a Fame című musical mondja, hogy kemény munka, sok áldozat és harc,
És azért ott bennem is volt egy ilyen rémültség, hogy vajon én ezt hogy fogom tudni hosszú távon csinálni, és nekem volt is egy rövid idő, amíg elhagytam a vidéki fiúként, nem? Tehát én is magam is tudom, mert amikor az operacionál stúdiójába kerültem, egyszer csak egy teljesen más világgal találkoztam, mint addig, és kicsit idegennek is éreztem magam, és egy olyan szellemiség és egy olyan furcsa világ jött velem szembe a rengeteg akár lelki és emberi nehézségével, hogy akkor én azt mondtam magamban, hogy nem biztos, hogy én ezzel meg tudok birkózni. Uh-huh. Igen, ugyanezt éreztem én is. Igen. Nekem legalább egy fél év éven bekerült az, hogy a budapesti létet megszokjam, és akkor még ehhez hozzájöttek a színházi dolgok. Ez olyannyira volt kihívás, most egy picit akkor ugrok így a nyíregyházi évekről, ott is voltam egyébként a Hangszín Musical tanodában, ott kezdtem a Bánhidini Magdi néninek az óvó kezei alatt ezt az egész szakmát megismerni, megtanulni, és onnan kerültem fel a Toldi Marika néninek a stúdiójába, a Broadway stúdióba, ami az operettel közösen működött, hogy az első fél évi vizsga után az igazgató úr ott volt ugye a vizsgánkon, ő nyomon követte mindenkinek a fejlődését, és én párhuzamosan jártam a Corvinus Egyetemre is a stúdió mellett, és hát nem voltam a legfelkészültebb. Nehéz helyzetbe is voltam hozva, mert vizsga előtt egy héttel teljesen új dalt kellett tanulnom. Hát a Marika néni kiadta feladatul, nem tudom, hogy ezzel pedagógiai célja volt, vagy mi volt, de... Sarokba szorítson. Igen, tehát hogy tényleg ez fogalmam nincs. Vagy hogy lesznek majd beugrások az életedben, amikor is, így igen, kell, lehetséges, igen. Hogy ez egy ilyen próbatétel volt, amit én nem tudtam akkor megugrani, és akkor mondta a tanár úr, hogy hát el kéne gondolkodni azon, hogy most színházban szeretnék dolgozni, ezzel szeretnék foglalkozni, vagy tényleg a civil polgári életemre koncentrálni, és akkor passziváltattam magam az egyetemen, és eljutottam oda az évvégi vizsgánkra, hogy a vizsga után, az nagyon jól sikerült, pont az előbb említett Fémből csináltunk egy egyórás kivonatot, amit Somogyi Szilárd rendezett, és abban a José Vegász voltam, hogy ez egy vicces, temperamentumos, tökös szerep, hogy úgy fogalmazzak. És utána megkaptam a stúdiók történetében először egy nagy színpadi szerepet. Tehát, hogy nem volt még olyan, hogy valaki másodévben már szerepre álljon be. Történelmet írtál. Tehát tulajdonképpen egy történelmet írtam, és nagyon-nagyon büszke voltam, és boldog voltam, mert onnan, hogy majdnem eltanácsoltak, eljutottam oda az évvégi vizsgával, ahol nagyon akartam bizonyítani, hogy aztán szerencsém is volt, mert úgy volt, hogy a Mikola Gergőt, ő most Tatabányán játszik, őt felvették a Színművészeti Egyetemre, ő akkor a musical együttesben volt, és több darabban is, ugye ő ensemble szerepeket csinált, tehát ilyen egy pár mondatos szerepeket, de voltak kiírt szerepei is az Oltári Srácokban, a Mennyasszonytáncban, az Oltárit addigra levették, de a Mennyasszonytáncban a Dávid szerepet megkaptam, ugye a Kiskeróval, a Kerény Miklós Mátéval váltva, és hát ez nekem egy óriási, óriási lépés és ugrás volt, és nagyon, nagyon szerettem. Nem sok jelenet, viszont nehéz táncok, van benne duett. Hála Istennek! És láthattam azért a nagy öregeket ott test közelről. Azt akartam kérdezni, és milyen érzés volt, amikor egyszer csak hirtelen odaraktak ugye az ország első számú zenész színházába, így a nagy bivajok, a nagy sztárok közé? Hál' Istennek nem fogtam fel igazán. Szia, segít, tényleg. Igen, tehát hogy úgy éreztem a terhét, meg nyilván az volt bennem, hogy ugye a saját magam megvalósítása az nagyon mozgatott, és persze éreztem egy olyan terhet, amikor bementünk, és a Mikó István, Mennyelszki Ági néni, Lehoczki Zsuzsa azért ott a házi színpadon ott nézték, hogy mit művelek én ott a próbán, tehát azért volt egy nyomás, és nyilván borzasztóan izgultam. És gondolhatod, hogy úristen, és mit gondolhatnak róla? Abszolút igen, tehát hogy ezek így átmentek rajtam, de szerencsére annyira új volt a helyzet, hogy nem volt energiám ezen már stresszelni, hogy úristen, én az Operettszínházba fogok játszani, mert lekötötte minden energiámat az, hogy megtanuljam egyáltalán a szerepet. Két hetem volt rá, ami sok idő szerintem egy ilyen szerep elsajátítására, de akkor én azt éreztem, hogy hát nekem egy év kellene ezt, hogy én ezt most megtanuljam, és ezt el tudjam itt énekelni és de táncolni. De aztán helytállt el, hiszen azért a mai napig rengeteg zenés főszerep van mögötted, veled együtt, és ugye azok, akik azért figyelik a te pályádat, akár legyen ugye a szakmából, vagy a nézők, azért volt egy nagyon jelentős váltás az életedben, igen, a musicalből az operettbe, és az operett műfajában azért valljuk be bombivány szerepeket. Igen. Hogy ez tudatos volt nálad, vagy arra lökött az élet? Tudatos volt. Én nagyon élveztem a táncos komikus szerepeket.
Viszont az volt bennem, hogy, hogy nyilván tudom azt, hogy ennek van egy kifutási ideje, az, a Bon Vivant karakternek is van, de azért egy picit szerintem az tovább kitolható, mint mondjuk egy táncos komikus karakternek a játszási ideje. És elmentem 2017-ben Andrejcsik István tanárúrhoz, ő az énekmesterem, aztán a Szegedi Egyetemen is ő tanít engem tulajdonképpen a magánénekszakon, és ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy lehet érdemes lenne azért ezt egy picit tovább mélyíteni ezt az énektudást, mert az adottságok megvannak minden szempontból, mélységek, magasságok jól működik, és hogy nézzük meg ebbe az irányba a repertoár bővítést, Bon Vivant áriákat tekintve, opera áriákat így elkezdtünk megcsinálni és kidolgozni, és akkor megfogalmazódott bennem az, amit egyébként tudtam már stúdiós koromban, hogy nekem van egy lírai lelkületem, és persze bennem van az a kölykös elán, az a szenvedély, ami egy táncos komikus karakterhez is kell, de hogy legbelül a hangom lehet, hogy a lelkem is közelebb áll hozzád a lírai Bon Vivant szerepet. Igen. És aztán jöttek úgy lehetőségek, hogy megkaptam ugye Lili Bárónőbe az Illésházit, ami azért volt egy fantasztikus lehetőség a Veszprémi Petőfi Színházban, mert ugye ez nem egy klasszikus Bon Vivant karakter, azért ebben van egy humor lehetőség. Ez egy fiatal még, srác tulajdonképpen, és akkor ott tulajdonképpen... Jó, hogy ezzel kezdtem. Jó, hogy ezzel kezdtem, és úgy tét nélkül, most idézőjelesen mondom, hogy tét nélkül, de át tudtam emelni bizonyos táncos komikus elemeket ugye a szerepbe, és kipróbálhattam magam hangilag is, hogy ennek a súlya az ne vigye el a hangot, mert nem egy nehéz énekelni való, de azért kell benne mutatni magasságokat, és azért van benne bőven kihívás, de ugye egy ilyen teljesen biztonságos terepen tudtam kipróbálni és ezt a szerepet. És ebben sikered volt szakmailag emberét. Igen. Tehát kiderült, hogy való neked ez való a pont. Azt akartam mondani, hogy azért ugye nézőknek azt mondjuk el, hogy egy Bon Vivant szerepet elénekelni, ugye ez úgy vannak megírva, olyan feladatok, zenei és énekesi feladatok, hogy ez azért több éves klasszikus hangképzés kell. Tehát akár, mint egy opera szerepet elénekelni, csak mellette beszélni is kell. Így van, ez pontosan így van. És én féltem attól, hogy ennek a súlya, hogy azért nem mindegy, hogy énekel az ember, hogy ez nehogy összenyomjon, és ezért... Meg akkor tudod ilyenkor a szakma, hogy hoppá, tehát a Szabi Bon Vivant tényleg, igen. Nézzük meg! És nyilván ez olyan szempontból is remek volt, amiről az előbb beszélgettünk, hogy megvan a humora, azért ez egy fiatalabb, temperamentumosabb karakter, aki elénekli ezeket a Bon Vivant áriákat, szóval tényleg nagyon szerencsésen tudtam bekezdeni. Azt mindenképpen érzem, hogy azért van ebben még érési folyamat, tehát nem játszhatnék most még el mindent, de szépen lassan ez szerintem, ahogy... Egy lehár vagy, azért vagy az még korai lenne, igen. Tehát lehet, hogy gálákon mondjuk eléneklem a vágyom egy nő után, de mondjuk egy darabban még nem lennék hiteles egy előadásban, vagy akár egy cigány szerelemben. Tehát, hogy szerintem ezekhez még kell idő. Már egy picit a Viktóriában a koltai főhadnagyot is már akkor már ugrottál egyet. Már ugrottam egyet, de ott is az volt bennem, hogy igen, miért ne? Igen. Tehát, hogy életkorban egyébként abszolút aktuális és fekszik a szerep, de az még talán pont a határán van annak, hogy azt kell-e énekelni, vagy sem. Igen, azért olyan sokat nem énekel, tehát nem énekel így van, elétől a végig. Pontosan. És aztán ugye most még egy picit azért odébb kacsintanék így a műzikelek, operettek történetébe, hogy aztán bekerültem a Gülbabába, amit a Peller Károly rendezett. Ugye ez egy magánprodukció, a Dériné programmal játszok, és én a Gábor diákot csinálom. És az azért... egy olyan operai minőségű szerep, egyébként azt hiszem Huszka korai művei közé tartozik, ami még nagyon és közel van neki. Sárdi Jánossal lett ugye híres, aki mellett ugye operaénekes így van, volt. Így van, tehát hogy eleve azért volt egy elvárási szint. Viszont olyan fantasztikusan van megírva, hogy egyszerűen jól esik énekelni. Aha. Tehát, hogy nem feltétlenül... Pont a te fakod. Igen. Aha. Tehát, hogy teljes mértékben ez a lírai éneklés. Jó, persze a bordal az mondjuk egy ütősebb szám, de hogy
hogy egyszerűen úgy fekszik a torkomnak, és jól. De tök jó Bob Herceg is lehetnél, hiszen még szerintem ahhoz életkorban még kellően fiatal is, vagy, hogy még hihető legyen, hogy te a 20 éves fiatal Bob Herceg vagy, és egy abszolút lírai szerep. Igen. Egyébként annyira nem ismerem a darabot, egy-két dalt énekeltem 16 már belőle. Van, de 16 ugye... dal van, tehát akkor jó sok. Na majd egyszer hát, ha előveszik. De egyébként nemrég volt Veszprémben, úgyhogy lehet, hogy azt ott már nem fogom játszani, de valahol máshol még elképzelhető. Szóval, hogy aztán ugye jött az egyik leghíresebb, ugye Bon Vivant szerep, nagyon hamar megkaptad, és hát az Edwin-t énekelheted a Csárdás királynőben, ami meg azt gondolom, hogy színészi feladat is, de közben csodálatos énekelni való. Igen. Abban is megvan a magam küzdelme, mert az Edwin, ugye... Az már egy pasi. Pasi, de közben meg azért mégiscsak relatíve... azért az édesanyja manipulálja, tehát hogy azért még van egy anyai ráhatás, tehát lehet, hogy egy katona, egy herceg, egy férfias karakter, de közben meg kell találni azt a fajta naivitást benne, hogy őt mondjuk még adott esetben tudja az édesanyja befolyásolni. Tehát azért egy igazi, igazi nem férfi... Nem egy Józsi a cigány szerelemből, aki megy aki a saját meg, feje és az ösztönei után. Tehát azért itt vannak azért színek és árnyak, amiket el lehet játszani és meg lehet mutatni. Szóval pont azt éreztem, hogy vissza kell azért még nyúljak, mert lehet, hogy küllemre még... ugye a 20 éves karaktereket tudom játszani, de lélekben meg már azt érzem, hogy pont túl vagyok azon a befolyásolhatósági koronon. Te magad, mint mondjuk, mint Kádár Szabi. Igen, így van. És egy picit vissza kell nosztalgiázni. Igen, és hát ez a színészi feladat, meg hát ez a munkánk. Aha. Egyébként, hogy elmondtad, akkor biztos az utóbbi években gondolom, hogy azért a nap 24 órája nem is, de nagyon sok minden arról szól, hogy az ének technikádat fejleszd. Igen, én rendszeresen szoktam tréningezni, tehát hogy nem várom azt, hogy mondjuk hetente egy-két alkalommal eljussak a mesteremhez, hanem arra azért törekszem, hogy napi szinten, ha éppen nincs fellépésem, akkor is skálázzak. Persze nagyon kell figyelni a pihenés fázisokra, az alvásra. Tehát, ez egy szigorú életet kíván az, hogyha ha kiállsz és mondjuk operett főszerepeket énekelsz. Igen, tehát hogy az mikor ezeket próbáljuk, akkor rendszeresen az van, hogy nincs próba utáni, beülünk sörözgetni, hanem menni kell haza pihenni. Persze jó lehet, hogy egy órát maradunk, de muszáj. Igen, annak a hangnak. És tudom azt, hogyha kitolom ezt az időt, és mondjuk nem alszom azt a mennyiséget, akkor tudom, hogy küzdelem lesz. Mert ez a kis hangszer azért, ez nagyon érzékeny, és ez nagyon, nagyon érzi egyébként a fáradtságot. Egyébként szerintem mondtad, hogy ugye valamennyire tudatos volt ez a műfaji váltás, de szerintem nagyon jól tetted, mert ugye az ember ugye nagyon régóta hal arról évek óta, hogy az operett műfaja haldoklik, de közben meg nem haldoklik, hiszen még minden színház a mai napig repertoáron tartja, nagyon sokan utaznak operett előadásokkal, operett gálákkal, szinte nincs olyan városnap, falunap, hogy ne legyen egy operett gála akár műsoron, de valahogy az ezt végző színészek, ezt valahogy kop ki. És úgy látom, hogy még ha primadonnából nagyon nem is, de a Bon Vivant, az, hogy ki szeretne ki, az már szinte eltűnt. Igen. Tehát nem is tudom, hogy rajtad kívül ki az az országban, aki az operett színházon kívül egyébként fiatal Bon Vivantként lehet bármelyik színházba alkalmazni. Megmondom őszintén, hogy most én sem tudnék mondani. Így vizionáltam, hogy vajon... Tényleg nem. Igen, ez az operettnek, a műfajának a megszeretése az ugye az operett színházhoz köthető, bár én a műzikelek miatt mentem oda. Igen. De a tanár úr jó érzékkel vett ki és rakott ilyen operettes vonalakba be, és operettes feladatokat adott, koreográfiák megtanulása, stb. Nyilván ő, mint táncos komikus gondolkodott bennem aztán. És tényleg azt érzem, hogy megszerettem a műfajt, nyilván tényleg zseniális színészeket láthattam az operett színházban színpadon, meg hát természetesen az ország több pontján is, de ott akkor ugye ott voltam stúdiós, és ott kaptam nagy dózisban ezt a műfajt az arcomba, és valahogy úgy nem is volt kérdés, hogy én ezt akarom-e, szeretem-e csinálni. Szeretem a műzikeleket, de például sokkal jobban esik egy operettet, vagy egy operát énekelni. Közelebb áll. Valószínűleg megérezted, hogy ez közelebb áll hozzád. Most ugye a Veszprémi Petőfi Színházban lettél társulati tag, és hát ott azért Petőfit is énekled. Igen. Tehát, hogy azért a
hát ugye a magyar irodalom, igen, ugye talán az egyik leghíresebb, és szinte egy szimbolikus, Petőfi Sándor bőrébe is, igen, bújhatsz. Azért is töveztettem most bajuszt és szakállat, mert 29-én Balácán fogjuk játszani egyébként az előadást, és hát nekem lassan nő, és ezért már el kell kezdenem jóval korábban. Készülni a szerepre. Igen, készülök a szerepre. Hát az is egy nagyon érdekes feladat volt, mert ugye Szomor György írta a zenét, és hát ő azért írt már műzikeleket, és itt konkrétan a verseket zenésítette, ja, meg. Szóval nagyon izgalmas volt ez a munka, és nagyon finom érzékenységgel nyúlt ezekhez a versekhez. Szóval Petőfi Sándor bőrébe bújni. És belebújni aztán Petőfi Sándor bőrébe, és azokat a gondolatokat tolmácsolni. Topolcsányi Laura írta a szövegkönyvet, és ő úgy írta meg a szövegkönyvet, hogyha még vannak benne párbeszédek, a párbeszédekben is elrejt eredeti idézeteket a Petőfi és a barátai, mm-hmm, közötti beszélgetésekből, vagy esetleg a Szendrei Júliával való beszélgetésükből, vagy ahogy az édesapja eltiltotta, mm-hmm, a vándorszínészettől, és ugye akkor vonult be Sopronba katonának. Szóval vannak benne olyan elrejtett gondolatok, amiket én magam később tudtam meg, ahogy elkezdtünk foglalkozni a szereppel, hogy ezek valóban létező sorok és gondolatok, csak levelezések úgy alapján, igen, úgy integrálódott a szövegbe, hogy egyszer... Ugye aztán gondolom, hogy úgy fusson rá a dalokra, igen, megzenésített versekre, igen, hogy nem egy civil beszélgetés, egy kitaláció, hanem tényleg Petőfi által elhagyott szavak, vagy leírt szavak, és aztán az ráfusson. Milyen szerepekbe láthat téged a közönség mondjuk Veszprémben? Hát az egyik személyes kedvencem és régi nagy álmom az a Mozart, tehát a musical Lévai Szilveszternek. Ezt is énekled, hihetetlen sok, mint milyen könnyű minden feladatokat veszel, igen, így a válladra. Én nagyon élvezem, tehát ebben nem tudom, van az embernek ilyen elborulása, hogy szereti ezeket a terheket. Szóval azt nagyon szeretem, bár az már kifutóban van, mert ugye 30 előadásra vásároltak jogot, mm, a bécsi jogtulajdonostól, és abból még van egy pár előadásunk. Hát titkon bízunk benne, hogy hátra esetleg tovább visszük. Amúgy kíváncsi vagyok rá. Nagyon szeretném. Bon Vivantként is, és Mozartként is nagyon kíváncsi vagyok rá. Jó, bár hogy ebbe is... Neki. Jó, én is nagyon örülnék, hogyha megnézhetnélek. Szóval a Mozart megy. Igen. Aztán most lesz, ugye most volt a Csárdás királynőnek egy előbemutatója a Rátonyi Róbert Operett Fesztiválon, de ez decemberben fog bekerülni a műsorba, tulajdonképpen akkor bérletben fogjuk játszani. Ugye van a Lili Báróné, amit említettünk, a Viktória, ezek maradnak színen, csak ugye már kevesebbet játsszuk. Most kezdünk egy Ankónai szerelmeseket próbálni, szóval most lesz egy kis lubickolás limonádé, ami abszolút szerintem ez mindannyiunk számára szórakoztató lesz. Meg hát ugye én viszek tovább olyan darabokat, mint például a Debreceni Csokonai Színházban a Pál utcai fiúk. Az most októberben lesz majd műsoron, hál' Istennek színen tartják. Ugye vezetőváltás történt, és akkor mindig kérdője, hogy mit tartanak meg, de pont, hát igen, amikor a Pál utcai fiúk, ugye ez a Vix Színházas Pál utcai fiúk. Így van, fiúk, ez a zenés, így van. Igen, de hát az buta lenne. Óriási siker, és tényleg az van, hogy kiteszik, a Nagy Erdei Szabadtérén volt a nyáron előadás, amit most a baleset miatt nem tudtam játszani, és azt mondták, hogy meghirdették, és másnapra már nem volt azt két előadás. Azért ott azt hiszem 1-2000 ember befér oda, szóval hihetetlen módon kapkodják el. Ezek a feladatok vannak, hát mi van még? A Gülbaba, amit említettem, hál' Istennek az is megy. A Déri Népprogrammal meg van egy... énekes társulatunk, a Super Troopers. Tényleg ez az Abba, igen, ugye? Az egész így láttam. Indult, hogy Abbákat énekelünk, Abba slágereket, és ebből csináltunk egy ilyen show-szerű előadást. Aztán menet közben már különböző műsorokat raktunk össze, szóval már van tényleg mindenféle rock and roll műsorokat kezdve. Tehát az országban sokfele találkozhat veled, igen, az ember. Igen. Akár merre megy, lehet, hogy Kádár Szabi jön szembe. Vagy színházban, vagy egy fellépésed. Én ezt nagyon élvezem, ezt a pörgést. És egyébként azt látom rajtad, hogy teljes kiegyensúlyozottság van a szemedben, és ami téged körbevesz, mert azt gondolom, hogy tényleg a legjobb helyen vagy, és csodálatos érzem, dolgok történnek veled. Igen, és nagyon megnyugtató az, hogy ugye én most lettem tag a Petőfi Színházban, és megnyugtató az, amit, hát én most így korábban nem éreztem ezt, hogy ilyen bizalommal lennének irányomban, és ez annyira azt érzem, hogy szárnyalásra ad lehetőséget, hogy bíznak bennem, terhelnek feladatokkal. Szeretnek. És hogy szeretnek, és a közönség is azt érzem, hogy ugye egyre jobban megismer, és úgy
És már rád vesznek bérletet. Hát azt még lehet, jegyet, hogy nem, de jegyet lehet, hogy már vesznek egy pár, de bérletet még nem biztos, de hát ha az is eljön. Kedves Szabi, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm. És megígérem neked, hogy tényleg elmegyek megnézni téged valamiben. További szép nyarat kívánok neked, és a jövőben még csodálatos feladatokat egy nagy kalappal az évadra. Köszönöm szépen, viszont kívánom. Kedves nézőink, ez volt a Művészbejáró. Találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra!